Majdnem mindenki megkapta az oktatási-nevelési támogatást Erdélyben, az illetékesek nyilatkozata szerint mindenki kapott választ a pályázatára. A kedvező elbírálásban részesülőknek pedig több mint 99%-a megkapta a Szülőföldön Magyarul program keretében a támogatást. Klódi botond a pályáztatást Romániában lebonyolító Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége elnöke szerint jelenleg az olyan esetek megoldása zajlik, amikor elírás vagy félreértés történt. Az egyéni elbírálás alá eső 12-esek is most kapnak választ pályázatokra, és állítólag a mai nap azoknak is utalták a pénzt, akiknek tisztázni kellett valamit a pályázatán. Tehát akik felvették az OTP-s bankkártyáikat mostanra többnyire mind felvehették a pénzt is. A pénz utalásáért felelős vezetősége is azt nyilatkozta, hogy a kedvező elbírálásban részesült pályázók támogatását 99%-ban átutalták a címzettek számlájára, és folyamatban van a még hátralévő összegek utalása is. Az esetek egy kisebb részében viszont problémát jelent, hogy még mindig nem vették fel bankkártyájukat támogatottak. Romániából 156.443 pályázatot terjesztett elő támogatásra a szülőföldön magyarul program keretében az elbírálást végző Betlen Gábor alapkezelő ZRT-hez az RMPS. A pályázatoknak mindössze egy másfél százalékát utasította el az elbíráló bizottság, a kifizetések végső határidejéül február végét szabták meg.